Sziasztok, Zsuzsi vagyok, NLP-s life coach, hipnoterapeuta, valamint manifestációs szakértő. Emellett folyamatos képzésekkel biztosítom, hogy mindig a legmodernebb, legkorszerűbb tudományos és manifestációs eszközökkel lássalak el benneteket a vágyaitok elérése érdekében. Ha hasznosnak találod ezt a videót, kérlek iratkozz fel a csatornára és nyomj egy lájkot erre a videóra is, mert így a te segítségeddel a YouTube algoritmusa sokkal több emberhez juttatja el ezt a videót. Ha szeretnéd esetleg támogatni a csatorna fejlődését, konzultációra jelentkezni, vagy a webshopomat keresed, a videó alatti leírásban megtalálod a linkeket. A webshopomban megvásárolhatod már a legújabb 4 hetes szerelem megteremtése tanfolyamot is. Köszönöm, hogy a nézőm vagy! Ma arról szeretnék beszélni, hogy néz ki az a koncepció, az a fogalom, hogy válj azzá, éld bele magad, csinálj úgy, mintha már meg lenne ugye az a vágy, amit szeretnél. Nem, már megkaptad volna azt, amire vágysz. Tehát az a lényeg, hogy sokszor hallani azt, hogy ahhoz, hogy megkapd, amire vágysz, amit szeretnél manifestálni, ahhoz neked itt és most kell érezni, hogy milyen lenne, ha már megkaptad volna. Tehát át kell verned saját magadat, hazudnod kell saját magadnak, annak érdekében, hogy felülírd a mostani tudatalatti programodat, mostani agyi idegi pályákat, és amikor az megtörténik, akkor az fogja behozni az életedbe azt, amire vágysz. És remek példa erre, amikor az emberek mondjuk állásinterjúra készülnek. Mit csinál otthon az illető, aki ügyesebben, aki tanulta, hogy hogyan tud mondjuk egy állásinterjún, hogyan tudja eladni magát, mit csinál az illető? Végigveszi az opciókat, milyen kérdéseket kaphatok. Ha ilyen kérdést kapok, arra hogy reagálnék, hogyan viselkednék, hogyan tartanám magam, milyen lenne a hanglejtésem. Sokat tud arról a cégről, aki alaposan felkészült egy állásinterjúra, sokat tud a cégről, ahova jelentkezik, tehát fogja tudni, hogy milyen válaszra számítanak. Vagy ugyanígy egy sportoló, aki mondjuk olimpiára készül, mentálisan, ismételten beleéli magát abba az adott versenybe, amin majd részt fog ugye venni, és ezáltal újra húzalozza az agyát, kialakítja azokat az idegi pályákat, amik majd automatikusan segíteni fogják őt ott helyben a versenyen. De ugyanígy ezt a technikát bármi másra lehet használni, teljesen ugyanúgy működik. Nem varázslat ez az egész, pontosan azt érjük el, mint ezeknél a másik eseteknél, vagy amikor azt mondjuk, hogy valaki felkészül akár diákként egy felelésre, vagy egy előadására, ugye mindegyiknél ugyanaz történik. Gyakorlom, hogy hogyan szerepelnék abban a szituációban, ezáltal az elmémben, az agyamban kialakulnak azok az idegi pályák, amik, ha kialakultak, onnantól kezdve automatikusan generálják azokat a viselkedéseket, amiket elpróbáltam. És miután ez megtörtént, miután kialakultak ezek az idegi pályák, ha ott vagyok élesben abban a szituációban, tudom, hogy akarok viselkedni, automatikusan fogok tudni úgy viselkedni. Én ezt például alkalmaztam vezetésnél, mert ha valaki esetleg nem látta az ezzel kapcsolatos videóimat, többször beszéltem róla, hogy nekem iszonyatos vezetésfóbiám alakult ki Magyarországon, és azóta sem mertem nagyon sokáig Skóciában vezetni, és aztán amikor feldolgoztam ezt az egész szituációt, akkor rengeteget gyakoroltam fejbe, és csináltam úgy, mint aki marhára magabiztos vezetésbe, és teljesen megszűnt a félelmem, és teljesen magabiztosan tudok azóta vezetni. Viszont pontosan ezt a technikát lehet használni mindenben, minden manifestációban, mindenben, amit szeretnél elérni. Vegyünk egy példát. Szeretnéd megteremteni azt, hogy együtt legyél akár az exeddel, XY-nal, vagy ha nincs kiszemelted, akkor teljesen mindegy. A lényeg az, hogy szeretnél kapcsolatban lenni. És ebben az esetben hogyan tudod alkalmazni ezt a technikát? Végigveszed azt, például az éned, aki együtt van a kiszemelteddel, ő milyen lenne? Milyen embert szeretne maga mellé a kiszemelted? Mi az, ami neki fontos abban az emberben? Végigveszed azt, hogy milyen ennek az énednek, akinek már meg lenne
ez a kapcsolat, milyen ennek az énednek a viselkedése, milyen a testtartása, milyen a hanglejtése, milyen szavakat használ, mire figyel oda, mi az, amit nem csinál, mi az, amit csinál. Tehát kidolgozod azt a karaktert, mondjuk úgy. Konkrétan ugye ezt többször említettem már, hogy olyan az egész világ, mintha egy színház lenne számunkra, én vagyok a rendező, és minden embernek a kezébe nyomok egy-egy forgatókönyvet, egy-egy szerepet, hogy ezt játssza el. Ugyanakkor én is a saját életemben én is egy színész vagyok, tehát magamra ugyanúgy szerepeket szabok. Csak, amíg tudattalanul teszem ezt, reagálva a többi szereplőnek a viselkedésére, addig ugye kicsúszik az irányítás a kezemből, és nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy szeretném. Viszont, ha megállok, és megnézem, hogy oké, ennek a mostani énemnek, aki most vagyok, annak nincs meg az, amit szeretnék, tehát nincs meg mondjuk a kapcsolat, oké, akkor hogy tudnék azzá az emberré válni, akinek megvan az a kapcsolat? Tehát kidolgozom. Hogyan öltözködne ez az énem? Hogyan járna? Milyen gondolatai lennének? Milyen érzései lennének? Tehát ha például most azt érzem, hogy nem vagyok elég jó, akkor nyilvánvalóan ennek az énemnek, aki boldog párkapcsolatban él, neki az a gondolata van, hogy tökéletesen jó vagyok úgy, ahogy vagyok. Szeretve vagyok, megérdemlem a szerelmet, mit érezne mondjuk nyugalmat, szeretetet, boldogságot. És amiután kidolgoztam ezt a karaktert, elkezdek belelépni ebbe a karakterbe, mint egy színész, elkezdem tanulgatni a szerepet. Még csak pici helyzetekben mondjuk, még csak mondjuk apró döntésekben megkérdezem magamtól, hogy amúgy ez az új énem, ő hogy viselkedne ebben a szituációban, mit tenne. És aztán kvázi magadra öltöd ezt a szerepet. Úgy csinálsz, mintha már meg lenne neked az a vágy. Például, ha mondjuk az az új éned a jövőbeli kapcsolatban mit csinálna mondjuk a barátnőjével, párjával? Lehet, hogy minden péntek este megnéznének egy romantikus filmet, vagy elmenne a étterembe vele. És akkor szépen meg tudod tenni azt, hogy te elkezded ezeket csinálni. Nem számít, hogy egyedül vagy. Nem az a lényeg. Az a lényeg, hogy kialakulnak ezek a szokások. És amikor kialakulnak ezek a szokások, azok fognak hozni magukkal változást az életedben. Ugyanígy, ha mondjuk pénzügyi témáról van szó, szeretnél előléptetést, szeretnél több pénzt keresni, vagy bizniszbe indítani, vagy gazdag lenni, teljesen mindegy. A lényeg az, hogy végig gondolod, hogy az az énem, aki megkapta azt az előléptetést, az az énem, aki beindította a sikeres bizniszét, az az énem, aki nagyon jól keres, pénzügyileg szabad, ő milyen? És akkor végig gondolom, milyen lenne a testtartása. Nyilván az, aki jól keres, mondjuk saját biznisze van, az egy magabiztos, jó kiállású, odafigyel magára, magabiztosan beszél, nem lefelé tartja a szemét, hanem belenéz az emberek szemébe. Tehát rengeteg ugye ilyen testi változás is van az emberek között. Ugyanakkor megnézzük megint azt, hogy mit gondolna az az énem, mit érezne az az énem. És aztán annak megfelelően elkezdek az ő szemszögéből élni. Ugyanígy, ha egészség témáról van szó. Milyen gondolatai, érzései lennének annak az énemnek, aki meggyógyult? És elkezdek ez alapján élni. Tehát például, ha jelenleg nem akarok kikelni az ágyból, mert mondjuk fizikai fájdalmam van, és emiatt még depressziós is vagyok akár, akkor meggondolom azt, hogy az az énem, aki tökéletesen gyógyult, ő ebben a szituációban mit tenne? Abban a pillanatban, hogy felkelt, kikelne az ágyból, megmosná az arcát, meginne a kis kávéját, és menne a dolgára, és élvezni az életet. És akkor én itt most, annak ellenére is, hogy mondjuk fizikai fájdalmam van, annak ellenére is az ő szemszögéből fogok cselekedni. Tudjuk azt, hogy a frekvenciánk vonza be azt a valóságot, amiben élünk. És ha húzamosabb ideig a negatív frekvencián vagyunk, tehát beteg vagyok, magányos vagyok, nincs pénzem, akkor azzal tovább teremtem azokat a szituációkat, amik ennek megfelelőek, és ugye rá fognak erősíteni erre. Tehát, mint egy hógolyót görgetem magam előtt, és egyre nagyobb és egyre súlyosabb lesz ugye a probléma. Viszont,
Azt is tudjuk, hogy a manifestáció egy paradoxon. Tudjuk azt, hogy ahhoz, hogy megkapjam, amit szeretnék, ahhoz meg kell tagadnom a mostani valóságot. Hazudnom kell magamnak, egyszerűen. És azáltal, hogy hazudok magamnak, nyilván erre is vannak trükkök, beszéltem már sokszor arról, hogy mi van akkor, hogyha mondjuk egy megerősítést nem használ neked, mert fizikai negatív tüneteket produkál. Lehet ezekkel is trükközni. De a lényeg az, hogy ahhoz, hogy új valóságot teremtsek, új valóság jelenjen meg az életemben, ahhoz új frekvencián kell huzamosabb ideig rezegnem. És itt kulcs az, hogy huzamosabb ideig. Nem elég egyszer. Amíg az ember nincs elég magas frekvencián, nem elég egyszer gondolni valamire, vagy egyszer vizualizálni valamit, de ha huzamosabb ideig tudom tagadni a körülöttem lévő valóságot, és azt mondani, hogy igen, látom, tudom, hogy most ez van, de attól függetlenül én most mást fogok teremteni, tehát én most megtestesítem azt, akivé válni szeretnék, és tudom, hogy ez meg fogja változtatni a dolgokat, akkor eltelik egy pár hét, és beindul a változás. Nem szabad elcsüggedni attól, hogy teremteni szeretnél valamit, változtatni szeretnél valamin, és hagyod, tehát nem szabad, hogy behúzzon ez a spirál, hogy de nincs eredmény, és egyre rosszabbul érzed magad, hanem egyszerűen tudnunk kell azt, hogy kell egy jó pár hetes munka, amíg új frekvencián rezgek, amíg generálni fogja az új valóságot körülöttem. És ezt nem lehet ezt a pár hetes munkát kikerülni, abban az időszakban tagadni kell a valóságot. Tagadnom kell azt, amit most látok, azt mondani, hogy nem számít, nem érdekel, lehet rajta változtatni, változni fog. Tehát ha még azt is érzed, van, aki könnyen tud dolgozni azzal, hogy azt mondja, hogy nem, ez nem valóság, és ami az én fejemben van, abból lesz az új valóság. Ha ez nem megy, akkor nyugodtan lehet azt is mondani, hogy igen, tudom, látom, hogy most ez a szituáció. Nem hazudok magamnak, nem tagadom, ha könnyebb ezzel dolgozni, hanem azt mondom magamnak, hogy oké, látom, tudom, hogy eddig ezt teremtettem, tudom, hogy most ez történik, de azt is tudom, hogyha huzamosabb ideig változtatok a frekvenciámon, tartom azt a frekvenciát, akkor ez az egész változni fog. Ez nincs bebetonozva, ez nem fog örökre így maradni. Tudok változtatni a szituáción, tudok változtatni az egészségemen, a magányomat meg tudom szüntetni, házat tudok teremteni, hiába vagyok most mondjuk az utcán. Annyi példa van erre is, hogy hajléktalanok, hogy jutottak el oda, hogy saját házuk van a ma x évvel később mondjuk. Tehát semmit nem szabad elkönyvelni úgy, hogy be van betonozva, hogy kőbe van vésve, és hogy soha nem lehet rajta változtatni. És ha ezt elhiszed, akkor onnantól kezdve tudsz dolgozni vele, és semmi más dolgod nincs, mint megtestesíteni azt az énedet, akinek már megvan az a dolog, amire te most még csak vágysz. Rendben? Ha van bárkinek ezzel kapcsolatban tapasztalata, az nyugodtan ossza meg a többiekkel a komment szekcióban, és köszönöm szépen a figyelmeteket, sziasztok!